Hatodik fejezet. Az Arzenálban. Velencében is megvirradt. Az Arzenál hajóépítő műhelyének tetői olyanok voltak, mint a homályos, sötéték boltra meredő fordított V-betűk. A motorcsónak vezetője lassan manőverezett, a jármű benzincsíkot húzott maga után. A csónak aljában Tomi egy csendben ücsörgött. Nézte a mögöttük hosszan elnyúló olajfoltot, és a város régi dokkai körül elterülő sötét, füves területet. Balra tőlük egy öreg fekete acéldarú állt, földbe vert felkiáltójára. Távolabb a füvön az Enrico Dandolo nevű tenger alatt járó váza látszott. Olyan volt, mint egy ott fejtett óriási játékszer. Még egyetlen turista sem jött ki Szent Ilona kertjeiből, hogy keresztül vágjon az Arzenál széles lépcsőjén. A kétségbejtő csendben a motorcsónak vezetője egy fatetei műhely menedékébe kormányozta a kis hajót, és sietősen kikötött. Szállj ki, utasította a Tomit. Nem kell kétszer mondania. Attól a pillanattól kezdve, hogy a férfi megjelent a kedélyész Corbinál, a fiú szó nélkül engedelmeskedett neki. Maguk mögött hagyták a műhely fehér oszlopait, és a hűvös rész felé indultak. Az öreg Arzenál nagyméretű, lapos téglából épült hangárok hosszú sorából állt, melyeknek óriási ablakai a lagúnára nyíltak. A férfi berángatta Tomit az egyik hangárba, amelynek az ajtaja nyitva volt. Amikor már bent voltak, az ismeretlen lámpát gyújtott, egy hatalmas, félig üres helyiségben álltak. A tetőt láthatólag fagerendák tartották, az óriási méretű hűtéscsövek viszont ritkó kocok módjára fúrták át a falakat. A csarnok közepén átlátszó műanyag kockát pillantott meg, valamint egy 18. századi viseletbe öltözött bábút, két feketére lakkozott céket, egy kétformájú fotelt és még számos olyan berendezési tárgyat, amelyek mintha egy tudományos fantasztikus filmből kerültek volna oda. Legalábbis Taminnak úgy tűnt. A hatalmas csarnok hideg és steril hatást keltett. A férfi így gorombán intett Tominak, hogy üljön le. A lángvető esernyőjét a kétformájú fotel egyik ujjára akasztotta, levette kemény kalapját, és kabátjával együtt a földre hajtotta. Isten hozott, ez a mi pavilonunk a Velencei Biennálén, herészett a gyújtogató. Csodálatos klubunk kihelyezett székháza. Belevetette magát a kétformájú fotelbe, amely elgördült a súlya alatt. Amint látod, nem is semmisítünk meg minden új találmányt. Tomi továbbra is némán figyelte. Mivel megparancsolta volna neki, hogy kövesse őt az Arzenálba, a férfi így szólt hozzá. Most aztán tényleg nagy bajba kerültél, fiam. És e tekintetben a fiúnak nem voltak kétségei. Kezdik akkor az elején, rendben? Mondta a férfi szakállát morzsolgatva. Az én nevem Meko. Te pedig elhallgatod, hogy Tominak legyen ideje folytatni, de mivel a fiú nem szólt egy szót sem, maga fejezte be a mondatot. Thomas Orani Elis Trambi. Becenevén Tomi. Anita Blum kis barátja. Senkinek nem vagyok a kis barátja, vágott vissza Tomi. Na, hát mégis megvan a nyelved. A barátja vagyok és kész. Szóval a barátja, nem a kis barátja. Rendben. Imádom a fontosságot. Találkoztunk már néhány nappal ezelőtt a Café Ducamban. Tomi elég észrevetően bólintott. Nagyon is jól emlékezett, a férfi ellopta tőlük azokat az utasításokat, amelynek a segítségével el lehet jutni Kilmarkába. Igyekszem érthetően beszélni veled, fiacskám, mondta a gyújtogató. Csupán azt kell elmondanod, hogy milyen üzenetet kaptál barátnőttől Anitától kicsivel ezelőtt. Ekkor elővette Tomi mobiltelefonját és megmutatta neki. Semmi fontosat. Semmi fontosat? Azt majd indítom el, hogy mi a fontos és mi nem. Tomi kelletlenül körbenézett. Miért? Ki maga, hogy ezt el akarja dönteni? Ahogyan már említettem, a nevem Eko, Velencében dolgozom, gyújtogató vagyok. Akarsz én névjegyet? Sosem hallottam olyanról, hogy valaki gyújtogató lenne. Az nem foglalkozás. Nem? És a tűzoltók? Ha tűzoltók vannak, akkor tűzgyújtóknak is kell lennünk, nem de bár? Mi többé-kevésbé ugyanazt csináljuk, mint a tűzoltók. Ha érkezik egy riasztás, már megyünk is. És ha van az valami, amit el kell égetnünk, akkor elégetjük. Tomi rögtön Maurice Moreau házának legfelső emeletére gondolt. Ott volt a festő műterme, amit elemésztett a tűz. Szipogott egyet-kettőt, és nem szólt semmit. Eko egyik ujjával dobolni kezdett a térdén. Azt hát az eszed, fiacskám. Nem akarlak elraborni, sem megölni. Csupán azt szeretném megtudni, mit ért neked Anita. Nem is ő volt. Nem? Hát akkor ki? Egy barátom. Egy barátod. Egy osztálytársam a ma reggeli dolgozat miatt. Nagyon jó. Csak ha így folytatod, akkor nem valószínű, hogy bemész megélni ezt a dolgozatot. Azt mondta, hogy nem akar elrabolni. Azt mondtam, hogy semmi bántódásod nem esik, ha elmondod, mit ért neked Anita. Az elengedlek, mintha mi sem történt volna. De azt tanácsolom, hogy felejtsd el ezt az egész ügyet. Mit akar ezzel mondani? Felejtsd el a barátnődet, a Kalaiz Corbit és Ulysses Moore-t is. A név halatán Tomi felugrott a székről. Tudod ugye, hogy kiről beszélek? Olvastam a könyveit. Sokkal jobb könyvekhez is hozzá lehet jutni, ott van például Maurice Moreau vázlatfüzete. Tomi nyert egyet. Hogyan tudná átvenni ezt az embert? Hiszen látszóan mindenről tud. Maurice Moreau vázlatfüzetéről,
amit Aneta talált a felső műtermében, a találkozásokról Ulysses mondatlóinak fordítójával, Aneta londoni utazásáról. Arról viszont talán nem tud, hogy Aneta megtalált a kémokávot. Madis Moró már egy ideje rajta van volt a fekete listánkon, és micsoda meglepetés, ugyanazon a listán szerepel Ulysses Moore és naplóinak fordítója is. És most már én is rajta vagyok, érdeklődött Tomi. Echo jó ízűen, de gonoszul felnevetett. Erős hangja mennydörgésként hatott az Arzena üres hangjában. Nem, te nem szerepelsz rajta, Tomás Orani érisztrambé, folytatta Echo. Nem szerepelsz rajta, mert túlságosan kicsike hal vagy, és hidd el nekem, hogy ez a szerencséd. Miért? Mert ha felkerülsz a gyújtogatók fekete listájára, az azt jelenti, hogy valaki beszélt róla Dr. Voynichnak, magyarázta. És Dr. Voynich, miután hallott rólad, kihúzza az íróasztal fiókját az elbetűnél, és előveszi a listáját. Azután kinyitja a T-jelzési fiókot, hogy elővegye egy tollat, és felírja a nevedet a listára. Majd mindkettőt beteszi az M-jelzési fiókba, ami megfigyelést jelent. Tudod, hogy ez mivel jár? Nem, felelte Tomi, bár az igazat nekem nagyon is el tudta képzelni. Azzal jár, hogy bizonyos ideig nyomozni fognak utánad. És ha nyomozás, hogy úgy mondjam, pozitív eredménnyel zárul, akkor a neved átkerül a megsemmisíteni félretú szekcióba, vagyis meg fognak semmisíteni. Egy szénfekete vonal alá húzzák a nevedet, Zak, és a probléma megoldva. A probléma? Pontosan, a probléma. Maurice Moreau egykor problémát jelentett. Ulysses Moore egy jelenleg is létező probléma. A fordítójából is probléma lehet, még ha pillanatnyian nem is túl nagy probléma. Te és a barátnőd még a legkisebb problémánál is kisebb probléma vagytok. Egy szóval, amit láthatod, a helyzeted nem annyira kétségbejtő. Miközben Echo beszélt, Tomi egy alázatosan igyekezett feldolgozni az információkat. Dr. Voynich fekete listája, emberek, akiket egyetlen vonással megsemmisítettek. A tűzvész Maurice Moreau egykor probléma volt, és azt mondják, úgy hadnák, hogy felakasztotta magát a műtermében, miközben leégett a háza. Különös és cseppet sem biztató összefüggésekre jött rá. Mióta végzik ezt a munkát? Hivatalosan csak nagyjából 50 éve, amikor akkor nyitottuk meg a központi székházunkat Londonban. És korábban valódi székhely nélkül tevékenykedtünk. Széttárta a karját és felnevetett. Mindenki a saját szakállára, központi irányítás nélkül. Nem volt még ilyen elegáns egyenruhánk sem, magyarázta. Olyan spéci lengvető esernyőkkel sem rendelkeztünk, mint amilyet nemrég láthattál, de volt számos egyéb lehetőség. Tudtad, hogy a villamokat is oda lehet vonzani egy bizonyos helyre? Visszatérve Londonhoz, a magunkfajták nem kedvelik az olyan újdonságokat és abszurd találmányokat, mint Maurice Moreau festményei, vagy Ulysses Moore történetei. A megoldáshoz igazi alapítónk életéből merítünk ihletet, aki elsőként fedezte fel, hogy a tűz hatalma révén megsemmisíthető minden probléma. Tomi gyárva szót sem értett abból, amit Echo mondott, de tekintetével követte a gyújtogató kövérkés felékezett kezének mozdulatát, amelyel a kocka mellett álló fogbábúra mutatott. A bábún fekete köpeny és csőrös maszk volt. Echo észrevette a fiú döbbenetét és elvigyorodott. Nem ismered ezt az öltözéket, igaz? És már nem kéne? Esetleg ismerhetnéd. Hamugróf ruhái, magyarázta a gyűjtogató. Hamugróf, suttogta meglepetten Tomi. A Velencei Köztársaság titkos rendőrségének ügynöke, aki felkutatta Peter Dedalust és felgyújtotta a maskarák szigetén található laboratóriumát. Ő volt az, aki megmutatta nekünk az utat, méghozzá éppen itt Velencében sok-sok évvel ezelőtt. Echo előadását váratlan zaj szakította félbe. Olyan volt, mintha valaki végigfutna a hangár tetején. Echo és Tomi felemelték tekintetüket, hogy figyelték a különös zajt. A gyújtogató meglepetten ráncolta össze a szemöldökét. Ez meg mi volt? Felállt a készformájú fotelből, és lassan elindult a hangár bejárata felé, miközben a tető felől érkező zaj hirtelen abban maradt. Tomi felállt a székre, szemmel tartotta a hamugrófot, Echo-t és a tetőt, miközben gyorsan megpróbálta eldönteni, hogy mi tévő legyen. A széles ablakokon keresztül jól látta a szürkés felhőket. A hatalmas csarnok csak nem üres volt, eltekintve egy-két tártól, mint például a régi velencei maskarában öltöztetett báb. A hamugrófot ábrázoló bábút nézve, Tomi eldöntötte a bizonyosság, hogy Velencében is kell lenni egy titkos, képzetbeli helynek, ami nem lehet másod, mint az Ulysses Moore naplóiban említett maskarák szigetén. Ahhoz, hogy eljuthassunk egy képzetbeli helyre, két dolog szükséges. Egy vezető és egy arról helyéről származó tárgy. Echo elérte az ajtót, és hirtelen mozdulattal kinyitotta. Mereven fürkészni kezdte a tetőt. Olyan volt, mint egy hajszálcsíkos öltönyben feszítő szobor. Tomi lábújhegyen a lábúhoz osont. Biztosan csak egy macska volt, rogta Echo egy csóhaj kíséretében, és be akarta csutni az ajtót. Ami mielőtt ezt megtehette volna, valami beszágódott a lábai között.
Tommy megdermett. Az egyik ablakon keresztül egy lányat látott leugrani a tetőről. Egy hihetetlen kedve kimeresztette a szemét. Egy majom volt ez.